Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. A választ megadja ez a felső kártya. Ezen a képen láthatóak az érmék. Az utal anyagi dolgokra, utal a munkájára. Korábban ezt a képet úgy láttam, hogy jobb oldalon vannak a mesterek, bal oldalon ez a diák, aki tanul valamit, de aztán rájöttem, hogy ez a diák tulajdonképpen egy ilyen mesteri alkotást mutat. És ahogy a képen látható, mások figyelik az ő munkáját. Lehet, hogy vannak jóindulatú emberek, és örülnek annak, hogy ő ilyen tehetséges, de az is lehet, hogy irigyek és kritizálják őt. Mivel ez a kártya mutatja az ő gondolatait, ez foglalkoztatja őt, hogy nem kapja meg azt az elismerést, amit tulajdonképpen megérdemelne. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ez a torony. Arra utal, hogy ő fogva érzi magát, mint egy labirintusban, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. Lehet, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén, mert nem kapja meg azt a megbecsülést, amit ő elvárna másoktól, vagy keveset fizetnek a munkájáért, ezért szeretne valamit változtatni. Ez a torony azt is jelentheti, hogy még van egy párkapcsolata, és így vannak még feszültségek. Ebből ki szeretne lépni, de az anyagiak miatt megvan még ez a kötődés. Amit ez a torony még mutat, a döntéseket, a változásokat, ez nem könnyű, mert itt fel kell égetnie valamit maga után, és gyorsan reagálni kell számára egy lehetőség, kell egy kiút. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és itt kell számára egy megoldás. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. De mielőtt ezt a kártyát mutatnám, szeretnék én is közölni veled valamit. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Hogy hol tudjátok ezt megrendelni? Az e-mail címem a videó végén látható. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, mutatja a bátorságot, a lelkesedést és a szenvedélyeket is. Ki ez a királynő? Természetesen te vagy ez a királynő, és ő így tekint rád. Mivel te most bátrabb vagy, mint ő, te adsz számára erőt. De azért figyelj oda a fekete macskára, mert ez utal a veszélyekre. Valaki irigykedik és figyeli őt, lehet, hogy téged is. De most megnézzük, hogy mit mutat a napi kártya, mert itt lesz a megoldás. A horgonynak több jelentése is van. Amennyiben itt szerelmi kapcsolatról van szó kettőtök között, akkor ez azt jelenti, ő lehorgonyozott nálad, te lehorgonyoztál nála, tehát egy tartós párkapcsolatra utal.
Ennek a kártyának van egy másik jelentése is, mégpedig utal a munkára, a munkahelyre, és ez volt itt a központi téma, hogy ő tehetséges, szorgalmas, de nem kap megbecsülést ezért a munkáért, és ő szeretne valamit változtatni, és keresi a hivatását. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!